Sziasztok! Itt vagyunk kinn a kertbe, hátul a telkünkön. Ide a vadállatoknak szabad bejárása van, a falu szélén vagyunk gyakorlatilag. Itt erre mögöttem a legközelebbi épület, az Cegléden található 13 kilométerrel arrébb. Sajnos azonban, ha végignézünk ezen a 13 kilométeren, nem nagyon látjuk a természet változatosságát. Nagytáblás mezőgazdasági művelés zajlik közel 180 négyzetkilométer területen. Ezeken a táblákon már a legtöbb tanyahely is beszántásra került, a fasorok kilettek vágva, és alig ha nem, hogyha tehetnék, még a területen átfutó egy-néhány csatornát is beszántanák. Nem csoda hát, hogy a terület kevés vadállatot képes eltartani, és a kicsi vadeltartó képesség miatt az állatok beszorulnak a lakott területek széleire. A mi kertünkbe például több bőz is bejár. És persze nyúl is van. Kétféle kártételt fogok mutatni, mindkét kártétel minőségi kárt okoz az akác hajtásaiban, amikor azok még zsengék. Azért ne gondoljunk itt nagy dolgokra, hiszen a java ennek a kis bozótosnak gyökérhajtás. Az egyik a dörzsöléses kár. A dörzsöléses kár akkor következik be, amikor az őzbak az agancsát a fatörzsének vagy ágának dörzsöli. Tavasszal ezt azért teszi, hogy a már kifejlődött agancsáról a már elhalt bőrréteget, vagyis barkát ledörzsölje. A későbbiekben pedig csak úgymond gyakorolja az agancsharcot a fatörzsével vagy ágaival. Egyébként ennek a dörzsölésnek a következtében színeződik csontszínűről sötétebb árnyalatúra az agancs. Ez a növényekben található cserzőanyagok miatt van. Itt van ez a kis akác. Látjátok, ez el is száradt, ott vannak rajta a száraz levelek. Mi történt? Van tiprás nyom is. Ha várjátok, valami mászik rajta. Jó. Van tiprás nyom is. Le van durva, le van dózerolva a háncs teljesen. Ezt az őz az agancsával dörzsölte le. És hát a minőségi vadkár esete, van már egy viszonylag fejlett facsemete. Az egész elhalt a dörzsölésnek köszönhetően, és alulról hajt két kisebb hajtáson. Itt is van egy régebbi. Tiprásnyom megvan, és friss lábnyom is van. Itt is ugyan, hát nem ugyanaz van, mert maga a fa az életbe maradt. Itt ez kb. Egy 3 méter magas kis akácsúrján. És hát le van dörzsölve a kérge. Nem is itt a főtörzsön, ez már egy begyógyult sebnek látszik, hanem itt a mellette lévő kis oldalhajtást, ami el is szárad, azt pucolta le teljesen. És ott a hajtás tövénél jön az új kis zöld hajtás. Ott messzebb szintén. Ez is egy régi sérülésnek tűnik. Ez is már egy viszonylag nagy fa, nincs semmi baj, ezeket majd föl kell gajozni, az kész. Tintagomba. A másik a rágáskár. Rágáskárnál az őz egyszerűen lecsipkedi a friss, zsenge hajtásokat. Ezek könnyen emészthetők, tele vannak tápanyaggal, és még finomak is. Itt ennek a kis akácnak a friss főhajtását annak idején lecsippentette egy győzike, és ezért oldalirányba kezdett el hajtani. Választott egy új hajtást magának, ami a főhajtás, a fa törzse lesz a későbbiekben. Illetve rögtön egy kombóval is találkozhatunk. Mellette van egy egészséges, ez idei évben hajtott ki gyökérről szintén. Jön a szára, nincs elcsípve a teteje, idén télen majd el lesz.
És akkor ez így ennyi. Viszont itt mellette van egy dupla hajtás. Ez úgy néz ki, hogy ez oké, elsőre. Viszont a testvére, látjátok, ott van is egy kis elszáradt rész. Az lett elcsípve. Ez egy erdőültetvényben kárként van jegyezve. Miért? Mert a későbbiekben az ültetvény művelése során, vagy kitermelés alkalmakor bokrossá nőtt fácskák akadályozzák a gépek mozgását, macerásabbá teszik a fa kidöntését, és a termék, vagyis a faanyag görbe göcsörtös lesz. Itt ennél a kis csoport gyökérhajtásnál nagyon jól látszik, hogy minden egyes hajtásnak a hegye le van rágva. Közelebbről, ha megnézzük, látjátok, gyakorlatilag, hát nem tudok rázumolni, mindegy. Gyakorlatilag minden egyes hajtásnak a vége, ahol a zsenge világos zöld leveleknek kéne lennie, le van rágva. Itt is. És itt is. Ugye a rágás nem most keletkezett. Volt ideje ennek a kis friss hajtásnak előjönni. De ez itt kajak szét van rágva. És akkor, amit az előbb mutattam, ennél a kis elszáradt akácfánál, egy héttel ezelőtt lett fölvéve, látjátok, már le vannak rágva a friss hajtásoknak a levelei, tehát járnak ide táplálkozni. Mivel én úgyis csak tűzrevalónak hasznosítom ezeket a fákat, ezért abszolút nem bánom, hogy bejárnak ide az állatok, úgy az őz, a nyúl, és igyekszek a környezetet is úgy alakítani, hogy a madaraknak is megfelelő búvó és költőhelyet nyújtson. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Időközben lerágták az őzök a szakállamat is.